Monárbéter számára a fitness nem csak sport, hanem életforma. Izmait az edzések mellett kizárólag a tudatos táplálkozásnak és a gondosan megválasztott táplálék kiegészítőknek köszönheti. Ő most a vendégem. Jó reggelt kívánok! Szervusz! Jó reggelt! Na, hát ez egy nagyon jó hír, amit veled kapcsolatban itt, mint, mint legfontosabb kvintesenciát hallunk, már hogy a tiszta játszma híve vagy. Ez persze feltételezi azt is, és hát nyilván nem tőled akarom ezt tudni, de nyilván nem jársz vakon és süketen, hogy akkor azért ez a műfaj létezik nem tiszta formában is? Azért elég, ha körbenézünk a testépítés világában. Én úgy gondolom, hogy az emberek nagy része nem vak, és látható az azért, hogy bizonyos fizikumok nem feltétlenül csak a táplálkozás és az edzéseknek köszönhető. Én annak a híve vagyok, hogy a fitness nem csak a fizikumról és az eredmények hajszolásáról kell, hogy szóljon, hanem egy életmódról, amiben benne van az egészség is és úgy gondolom, hogy bizonyos áldozatokat az eredmény oltárán nem kellene feláldoznunk. Én ezt szeretném képviselni, és a naturál testépítés vonalat szeretném úgymond hirdetni. Na hát ez nagyon jól hangzik, és ez a fülemnek nagyon kedves, mint az, amit mondasz, annál is inkább, mert önmagában kicsit antagonisztikus lenne, azt mondjuk, hogy valami a fittségről szól, de mégsem egy tiszta út visz hozzá, hiszen, hiszen valahol ugye, ha jól értem, akkor ez az, amit te a magad módján megpróbálsz eltaszítani magadtól, és a, és a fittséget lehetőség szerint valóban egyfajta fit szemlélet el, e, képviselni. Mikor indult ez a dolog nála? Tehát e, nyilvánvalóan azért, aki most már ilyen szinten benne van, és hát látszik az alkatodon, hogy ezzel nem tegnap kezdte foglalkozni, Ma, e, ennek az egész életmódnak a, a, az életed részévé tétele ez, hogyan és miként kezdődött? Kamaszkoromban kezdődött tulajdonképpen egy barátomnak az unszonására látogattunk le egy edzőteremben. E, nagyon hirtelen nőttem, és nagyon magas voltam, és ezért nagyon vékony testalkat párosult. Ezen szerettem volna javítani, és ennek a legjobb módja, én úgy találtam, hogy a súlyzós edzés volt, hamar jöttek az eredmények, és tulajdonképpen ott maradtam, nagyon uh -huh. megszerettem ezt a világot, és tíz évig tulajdonképpen csak úgy magamnak edzettem, és úgy voltam vele, hogy nekem annyi mindent adott ez a sport, önbizalmat, kitartást, állhatatosságot, tehát azon túl, hogy a fizikumomat formált, én úgy gondolom, hogy a jellememet is erősítette, uh -huh. szerettem volna visszaadni egy kicsit ennek a sportnak, azzal, hogy én is színpadra állok, és uh, talán másokat is inspirálhatok arra, hogy hozzák ki magukból a maximumot. Ja, azt mondtad, hogy önbizalmat adott, tehát ugye nyilván, amikor egy kamasz testalkat változik, és hogy te magad is mondtad, hirtelen megnyúltál, már azt gondolom ez egy férfinél kevésbé problematikus, mint az ellenkezője. Uh, elsősorban az adta az önbizalmat, hogy látod a tükörben azt a fajta pozitív változást, ami, ami végül is ebben segített, hogy másképp tekints magadra? Igen, egyrészt maga ennek a megvalósulása, amit láttam a tükörben, illetve az, hogy sikerül elérni a céljaimat hogy felállítok magam előtt bizonyos célokat, akkor azokat következetesen végig tudom vinni, és ez én úgy gondolom, hogy hatalmas önbizalmat ad, és az élet más területein is hasznosítható. Volt-e ebben olyan kapaszkodó segítséged, szakember, edző, aki adott esetben azért itt az út kijelölésében segített neked? Alapvetően így saját kútfőbe próbáltam meg összeállítani az edzéseimet, és ennek köszönhetően magam is elkövettem rengeteg hibát. Uh -huh. Rengeteget tanultam a saját bőrömön, azonban én mindenkinek azt javaslom, hogy amikor lekerül egy edzőterembe, azért forduljon szakemberhez, hiszen rengeteg időt, illetve pénzt is megspórolhat úgymond magának, hogy nem kell ezt az utat végigjárnia. Jelenleg a csapattársaim segítenek abban, hogy minél jobb formát tudjak elérni, illetve próbálok én is nyitott szemmel járni és ellesni a legjobb technikákat. Ezek a hibák, amiket mondasz, amit az ember esetleg egyedül elkövet, az azt is jelentett, hogy az ember mondjuk egy ilyen közegben át visszatérve ugye a kezdeti gondolatainkra találkozik mindenféle, hogy úgy mondjam, inspiráció volt, tehát figyelj, ezt, told azt, ha ezt csinál, azt csinál, akkor egészen más és sokkal gyorsabb eredmények lesznek. Nem tudom, volt-e ilyen, és hogy, hogy mi vitt téged rá arra, hogy ezeket végül is, ha jól értem, józan észsel távol tartsd magadtól? Persze, rengeteg urbán legenda van a testépítésben. Ez is egy olyan sportág, amihez úgy gondolják az emberek, hogy mindenki ért hozzá. Itt, mint a focihoz? Igen, igen, igen. És mindenki tanáccsal próbálja megellátni a másikat, holott lehet, hogy sokkal kevesebb tapasztalattal rendelkezik, mint az adott illető. Én igyekeztem mindenhez nyitottan állni de alapvetően mégis úgy gondolom, hogy magamon kellett megtapasztaljam, hogy mi az, ami helyes, és mi az, ami beválik. Talán ez is a legjobb <laughs> szemlélet, hogyha az ember nyitott és mindenfajta technikát kipróbál, de nem ragad le egynél. Érdemes mindig változtatni. A testünk így van berendezkedve alapvetően, hogy új stimulációkat kell neki mindig adni, és levonni a következtetéseket, hogy az adott technikával táplálkozással elértük-e a céljainkat, vagy sem. Uh -huh. Hol tartasz most jelenleg ebben a folyamatban? Ugye ez most már érthető és tudható, hogy tulajdonképpen ez, a, ez, az életforma, ez részben a te hivatásod és ugye ezt nyilván a cégnél, amelyiket hirdeted, abban a formában ténykedsz is, és gondolom, hogy táplálkozási tanácsadással és sok minden egyéb életvezetési tanácsokkal is nyilván segíted a, az arra egyébként igényt tartókat. Viszont a kérdés az az, hogy az az út, mint te magad jársz, az most hol tart? Tehát a fitness világában melyik kategóriát választottad, hogy, hogy érzed, hol tudod magad legjobban alkatilag kiteljesíteni? Ez a testépítésnek úgymond a legkönnyedebb műfaja, ez a MENSZ fizik kategória. Ez úgy gondolom, hogy a... A tiszta játszvának köszönhetően is az egyetlen járható út számomra, valamint az adottságaimnak megfelelően uh -huh. én úgy gondolom, hogy ez az. Tehát omberek. végül is a magas testalkatodnak alapvetően. Így ugye? van egy atlétikusabb uh -huh. testalkatod, mint sem egy robosztus, nagyon kemény izomtömeggel rendelkező testépítő tudok megvalósítani a színpadon. Számomra ez hát az ideális esztétikum egyébként, én, én ezt szeretném megvalósítani. A Magam részéről az előbb szintén megjegyzem. Tehát az, amit úgy gondolom, hogy civilben is lehet viselni, mert azért a, a testépítésnek az a formája úgy gondolom, hogy már a hétköznapi életben sok. Tehát ott az ember már. you nem tudja letenni a karjait a, fölösleges izmoktól. Minden tiszteltem a testépítő alapvetően. Minden praktikát és minden edzésmódszert tulajdonképpen ők alakítottak ki, uh -huh. és én, én is ugyanezeket alkalmazom, csak számomra nem opció ez az út. És én ezt a menzfizik által felvállalt, illetve ideálisnak tartott fizikumot szeretném úgymond megvalósítani, és ezen az úton járok, ezt próbálom tökéletesíteni. Milyennek írhatjuk ezt a, ezt a testalkatot le esetleg azok számára, akik mondjuk nem Tudják konkrétan ez a kategória mit jelent? A meneszfizik kategória mondhatjuk, hogy az esztétikumról szól. Uh -huh. Tulajdonképpen nem a hatalmas izomtömegek dominálnak, hanem alapvetően egy szákás, definiált testalkat, amiben nagyon fontosak az arányok. Tehát uh -huh. a genetikai adottságok azért eléggé meghatározóak, széles válővvel, keskeny derékkal kell rendelkezni, egy klasszikus v formáljon a test. És ezért ez nem baj, hogy az ember genetikusan is hoz valamit ebből, és csak nagyon utána ezt a populáció magára az izomokat. Ennek a kategóriánál talán különösképpen, hiszen uh -huh. nem is annyira az izomtömeggel tudja az ember kompenzálni úgymond a hiány hanem azért egy hiányosabb genetikával nehezebb, nehezebb itt helytállni. Világos. Na hát ugye az elvégzendő enzis munka mellett kíváncsi vagyok a te véleményedre is, mert ugye mindenféle százalékos számokat hallunk, hogy mennyi a táplálkozás és mennyi az edzés munka. Te hogy látod a te utadon, ahol te jársz ebben, ebben mi a fontosabb, vagy körülbelül mennyi az arány? Én nem két dolgot mondanék, én hármat, tehát szerintem a legfontosabb abban, hogy kialakítsuk a, a tökéletes fizikumot, az három dolog kell, az el, megfelelő edzés, a táplálkozás, illetve a regeneráció. Ha ebből egy hiányzik, én úgy gondolom, hogy akkor nem fogjuk tudni elérni a céljainkat, a, az étkezést annyiban bontanám még tovább ketté, hogy az alapvető táplálkozáson túl nagyon fontosnak találom a táplálék kiegészítőknek a használatát, én a saját, tapasztalataimból alapján, a saját tapasztalataim alapján azt mondhatom, hogy rengeteget hozzátettek a célja megvalósításához, és a megfelelő táplálékigészítő arzának a megléte, úgy gondolom nélkülözhetetlen ahhoz, hogy jó eredményeket érjünk el. Ehhez ah, viszont biztos a szakember kell, mert ebben a tengerben azt gondolom, hogy aki nincs otthon, az elvész, hogy mit érdemes táplálékiegészítő gyanánt szedni. Tehát ebben például te tudsz már a saját tapasztalataid alapján segítséget nyújtani? Igen, én gyakorlatilag a testépítő karrierem során szinte minden terméket kipróbáltam, és nagyon sokan keresnek meg, úgymond, akik hasonló úton járnak, mint én, hogy mit javaslok, és természetesen örömmel állok mindenkinek a rendelkezésére ez ügyben. Uh -huh. Táplálkozás, ugye ez is mindig egy nagyon-nagyon érdekes dolog, de sok esetben, amikor az ember a fitness szót, vagy a versenyeket hallja, akkor azért elborzadt, hogy mondjuk egy ilyen verseny előtti utolsó időszakban, hát a fitséghez, meg egyáltalán az egészséges táplálkozáshoz, akár a folyadék megoldása, akár bármi más, hát nem igazán köthető, mint pozitív élmény, de lehet -e a hétköznapokban is életmódszerűen úgy táplálkozni, hogy ez, ez ne legyen egy, egy, ilyen állandó hullámzás? Igen, én hosszú távon erre törekszem. Tehát a versenyzés azért nem feltétlenül egy élhető életforma, nagyon sok lemondással jár. Ezt örülök, hogy kimondtad, mert azért azt gondolom, hogy ne keltsünk hamis illúziókat a nézőkben, hogy, hogy aki egy fitness versenyző, és úgy néz ki, hogy az embernek lássik az állla, hogy azt egyébként lehet 365 napon át tartani. Nem, azt nem lehet. Tehát az én úgy gondolom, mind mentálisan, mind fizikálisan nagyon megterhelő, de hosszú távon, életforma szerűen én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó életmód, nagyon sokat segít abban, hogy egy rendszert vegyünk az életünkbe, és én úgy gondolom, hogy a, nem csak a fizikumunkat, hanem az egészségünket is maximálisan szolgálja. Uh -huh. Ehhez azonban egy nagyon tudatos szemléletmód kell, minden nap előre el kell készíteni az étrendünket. Uh, időre pontosan, gramra pontosan azt magunkhoz kell venni, és azért ehhez kell egyfajta alázat és tudatosság. És idő. <laughs> gondolom, és is idő, is, amit valahol <laughs> le kell csippenteni. Az <laughs> egy lényegtelen dolog, hogy az ember ez valóban tudjon időt és Így energiát van. szállni. Na jó, hát minden esetben én azt gondolom, hogy, hogy azért ez egy kiváló példa a te utad, ez a, ez a tiszta szóval. út. Bízunk benne, hogy ez a tábor, ez, 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 növekvő félben van, nem tudom, Úgy hogy, hogy érzed. Én úgy gondolom, hogy igen, egyre többen felismerik ennek a jelentőségét, illetve a másik oldalnak a hiányosságait, veszélyeit. Jó, bízzunk benne. Na hát remélem, hogy az is, hogy most egy picit teret tudtunk adni a te szemléletednek, talán Köszönöm még többekhez el tudtunk jutni ezzel a gondolkodásmóddal. Köszönöm szépen! Köszönöm!